Amiről még beszélgessünk egy kicsit, és itt az online marketingről beszéltünk, uh -huh. hogy maga a social media jelenlét, ott lét, ugye azért elég aktív vagy elég jól posztolsz, uh -huh. hogy ennek a tanulságait kicsit elmondanád. Amilyen szempontból engem érdekel, egy új, aki most ismerkedik vele, és ugye ezt mondjuk nagyon sok oldalon látom, hogy már szégetném mindig megy ez az én márkaépítés. Ami uh -huh. már szerintem kicsit. Abból a szempontból kicsit ilyen, ilyen erős, hogy mindenkinek ugyanaz az én márkája, uh -huh. de nálad például látom azt, hogy valóban, mint specialista, úgymond rámenti az uh -huh. MLM Network, vagy ki bárhogy hívja, ugye a számlaniban mi ezt közösségépítésnek hívjuk, az uh -huh. így most teljesen független kicsit elválunk az MLM-től, igaz, networkben működünk, de nem vagyunk MLM, uh -huh. de ezt is nagyon jól tudod kommunikálni. Szóval azt a szakértő pozíciót, hogy tudja valaki úgy beállítani, hogyha még nem szakértő, vagy ne legyen mindenki szakértő, hanem mondjuk elérjen egy bizonyos kommunikációs szintet, mint ahogy te is elérted, és akkor utána kezdjen el specializálódni. Mennyire látod azt, hogy mondjuk az online-ba is specializálódnod kell, most itt gondolok Facebook, Instagram, TikTok, mm. vagy mindent kell nyomni egyszerre, vagy neked mi a véleményed, hogy, hogy érdemes egy csatornára ráállni, azt erősíteni, és abból a gyártani a másik kettőre, de hogy, hogy érdemes egy erős irányzatot választani. Hú, hát a kérdés az elég összetett volt, azért hozzá kell tenni, most gondolkodom, mit kérdeztél, de nyilván, nyilván azért persze azért tudok. Nézd, én a koromnál fogva azt gondolom, hogy, hogy nekem, a, nekem a Facebook volt az, ami a, ami a legközelebb állt hozzám. Nyilván a TikToknak a megjelenésével azért az embernek kell fejleszteni önmagát, ugye. Talán azt javasolnám, hogy az elsőben nagyon jó legyen valaki. Tehát, hogy én például mindenkinek első körben amúgy a Facebookot ajánlanám, itt nyilván azok, akik TikTokon dolgoznak, azok mm -hmm. most követ fognak vetni rám. <kül> Persze ez attól is függ, hogy ki hány éves. Tehát nyilván a fiatalabb korosztály ezért ott van. És a TikTokot nem lehet figyelmen kívül adni olyan szempontból, hogyha valaki szeretne a social médiában ott lenni. Teljesen más felkészültség kell hozzá, hozzá kell tennem, mint mondjuk egy Facebookhoz. Tehát az, hogy mennyire lesz valaki specialista, az szerintem sok mindentől függ. Először is nagyon-nagyon fontos tán az, hogy hogy az az üzlet, amivel foglalkoz, az teljesen mindegy, hogy melyik üzlet. Ezt teljes mérségekig tudni kell, ahhoz, hogyha valaki mondjuk. Szeretném mondjuk uh -huh. videoblogokat készíteni. Rengeteg információt kell tudni adni az embereknek, olyan értelemben, hogy nyilván egyszerűen, de mégis kell az információ. Talán azt, azt is. Euh, én alapjából 21 néhány éve nem nézek tévét, de informálódom. Tehát nem szabad teljesen kizárni a, a hagyományos médiát sem, mert nem tudsz reflektálni rá, hogy mi történik például a piacon. Tehát most bármit mondhatnánk, amikor a Covid bejött, vagy, vagy amikor változások vannak a piacon, ezeket le kell tudni követni. És ezzel össze kell, összhalma kell tudni hozni a mi üzletünket. Mondom, ki milyen uh -huh. üzletben üzletbe dolgozik, most ez teljesen mindegy. Nyilván kell tudni reflektálni. És, és ami nagyon fontos az, hogy hogy mindig az igazat kell mondani. Uh -huh. nekem, nekem van egy, egy, egy libabőr is föláll a mindenemen, amikor valaki, amikor valaki nem az igazságot mondja. Nem szabad nem az igazat közvetíteni a uh -huh. social médiába, mert ha nem az igazat közvetítjük, akkor az vissza fog csapni. Ezt szokták volt mondani, hogy, hogy a, a hazug embert hamarabb utólérik, már a három lábuk. Ugye? Uh -huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy fontos, hogy azzal a céggel, akivel dolgozok, a megfelelő információkat mondjam, uh -huh. és nem kell vetíteni, mert attól nem lesz jó. Tehát szerintem attól lesz valaki specialista, hogyha korrekt információkat ad, és önmagába beszívja a tudást és azt magáévá teszi és a saját nyelvén próbál beszélni de minél egyszerűbben annál hmm. jobb azt értik meg az emberek.